Két napon keresztül, április 25-én és 26-án lehet felkeresni a paksi óvodák székhelyeit annak érdekében, hogy a leendő óvodások majd oda járhassanak szeptembertől. A szülőknek a 2022-2023-as nevelési évre azon gyermekeket kell beiratniuk, akik 2022. augusztus 31-éig betöltik a harmadik életévüket. Paks városa két óvodaegységet tart fent a városban, a paksi Benedekelek óvodát 3, még a paksi Napsugár óvodát 4 tagintézménnyel, illetve intézményegységgel. Az óvodai beiratások a székhelyi intézményen történnek. A Napsugár óvoda esetében a Vörösmarty utcában, míg a Benedekelek óvoda esetében az Ifjúság úton. Ide várják a szülőket reggel 7:30-tól délután 5 óráig a beiratásra. Csak azokat a gyerekeket lehet beiratni a paksi intézményekbe, akik itt élnek és a lakcímkártyájuk is ide szól, emelte ki a csoportvezető. A beiratkozáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája, valamint a gyermek lakcímkártyája, anyakönyvi kivonata és tajkártyája is. Fontos tudni, hogy a szülő kiválaszthatja, melyik intézménybe járjon a gyermeke. A csoportba sorolást azonban az intézményvezető dönti el. Nincsen sorrend a beiratásnál, jó, bármelyik nap megtörténik a beiratás, az intézménybesorolások, a csoportbesorolások utólag történnek. A szülő erről a döntésről írásban kap értesítést, a beiratást követő 30 napon belül, legkésőbb május 26-áig. Jogorvoslattal élhet ellene, 15 napon belül készhezvétel után az önkormányzathoz címzett, de az óvodába leadott jogorvoslattal. További információért a paksi önkormányzat intézményfenntartó csoportjához lehet fordulni.